kiesett a kalá a kezemből. Tudtam, hogy ez a nő kell nekem. Szabó Győző és Rezes Judit lávsék az Élet összeráz című nagy sikerű darabját tekintették meg az érdeklődők csütörtökön a Fekete-hegy szárazréti közösségi ház színpadán. A történet a színész pár romantikus, de egyben keserédes történetét mutatja be, amelyet a két klasszis zenei és tánc tudásával tesz feledhetetlenné. Az átlag ember szerintem csak itt ottam ott a ismeretségi körében a barátnőivel, vagy a barátaival, vagy a kocsmában beszél a problémákról, aztán azok megoldatlanok maradnak sok esetben szerintem. De itt mi egy két ismert ember vagyunk, és mi megcsináljuk, és színpadra visszük, és ez kell bátorság. Az őszintességhez kell bátorság. Ahogy a filmhez is, a könyvhez is kellett bátorság, ez is kellett. Hozzátartozik, hogy mi nem egyfajta dokumentarista képletként állítjuk fel ezt az egészet, hanem azért ez nyilván dramatizálva van. A darabot, melyet Enyedi Éva írt színpadra 2018-ban mutatták be, majd 3 év kihagyás után kibővítve újra játszani kezdték. A párral ez idő alatt több rendhagyó dolog is történt, hiszen 18 év együttlét után összeházasodtak, megszületett második gyermekük, valamint egy kutya is a család része lett. Rezes Judit elmondása szerint akármilyen nagy vállalás volt, úgy látja, saját és más párkapcsolatoknak is nagy segítség volt, hogy kendőzetlenül publikum előtt bemutatták életüket. Mivel alapvetően egy ilyen előadást akartunk csinálni, ami nőről és férfiről szól, olyan fura lett volna, hogy mi ketten ugye együtt vagyunk, és most akár egy színdarab részleteket, vagy valamilyen szövegrészleteket mondjunk el, vagy játszunk el a színpadon, és valahogy ezen túl kellett lépni, hogy igen, saját magunkat adjuk, és ezáltal sokkal hitelesebbek tudunk lenni. A történet 14 különböző műfajú és stílusú dal köré épül fel, amelyeket Wagner Puskás Péter hangszerelésében, zenekari kíséretben hallhattak a nézők. Az előadás a maga olykor humoros, olykor szívszorító és ironikus egyedi stílusával Székesfehérváron is osztatlan sikert aratott.